Köszöntöm a Közéleti Magazin nézőit! 2010 óta meg négyszereződött a nemzetiségi önkormányzatok által igénybe vehető kormánytámogatások összege. A folyamatosan növekvő forrásnak köszönhetően egyre több nemzetiségi oktatási intézmény fejlesztése valósulhat meg. Így kerültek most a szekszárdi Wunderland óvoda foglalkoztató termeibe sófalak, és szépült meg az intézmény udvara is. Már a frissen lerakott gyep szőnyegen játszhattak a szekszárdi Wunderland óvodába járó gyerekek. A pázsit mellett az óvoda szimbólumának számító fából készült játszóvár is megújult, és négy új, a kinti játékok tárolására alkalmas faház került az udvarra. A benti csoportszobákban pedig sófalakat alakítottak ki, hogy a gyerekek egészségesebb levegőben töltessék itt a napjukat. Az idei esztendőben egy erős 10 millió forintos projektet sikerült megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 10 millió forintos támogatásával, amennyivel egy kicsit meghaladta ez a projekt az idei esztendőbe, azt a szekszárdi német önkormányzat saját erőként kitoldotta. Az óvodát 2016 óta minden évben fejleszti a helyi német nemzetiségi önkormányzat az EMMI pályázatainak segítségével. Korábban már kicserélték a teljes vízvezetékrendszert, szereztek be új bútorokat és játékokat, valamint sportpályát is építettek. Soltész Miklós, az EMMI egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó most azt mondta, a fejlesztéseket azt tette lehetővé, hogy 2010 óta meg sokszorozódott a nemzetiségi önkormányzatok által igénybe vehető támogatások összege. A jövő évi költséget nézve már meg négyszereződik a támogatások összege, és ez igaz arra is, amikor egy-egy önkormányzat, legyen az egy települési, legyen egy megyei, vagy pedig országos, annak a működését támogatjuk, de igaz arra is, arra sok-sok beruházásra, amelyeket elkezdtünk a gyermekek, az ott dolgozó, akár óvodapedagógusok, óvodába járó gyerekek, vagy pedig iskolapedagógusok és iskolások érdekében. Hiszen az is egy hatalmas nagy változást mutat, hogy mennyi gyermek jár most már nemzetiségek által fenntartott óvodába, illetve iskolába. 2010-ben még ez a szám 11-12 intézményt jelentett, most meg 8-szorozódott, több mint 95 most már a nemzetiségek által fenntartott intézményeknek a száma. Hihetetlen előrelépés, és nyilván azok az intézmények, amelyeket átvesznek, azoknak a megújítása, adott esetben új épülettel való bővítése, felújítása megtörténik, így történt ez most Szekszárdon is több lépcsőben. A rendezvényen Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti képviselő is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően egyre jobbak a nemzetiségi oktatás feltételei Magyarországon. A 2012-es törvénymódosítás tette lehetővé, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok mellett helyi nemzetiségi önkormányzatok is átvegyenek nemzetiségi oktatási, nevelési, kulturális intézményeket. Ebben mi németek jártunk az élen, hiszen ma már több mint 75 olyan német nemzetiségi óvoda, általános iskola, gimnázium van, amelynek az országos német önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatok, több mint 50 helyi nemzetiségi önkormányzat intézményfenntartó, és 2018. június 30 óta már vagyonkezelői és az átvett intézményeknek, mint itt például ez az óvodai Szekszárdon. Ez rendkívül fontos azért, hogy olyan körülményeket tudjunk teremteni, ahol a gyerekeink visszakapják a félig meddig elveszített német nemzetiségi anyanyelvüket, erősítjük a nemzetiségi identitásudatokat, és olyan gyerekeket tudunk felnevelni, akik több anyanyelven, akár 3-4 nyelven is tudnak beszélni, az élet bármelyikén megállják a helyüket, és egy összetartó erős német közösséget alkotnak. A meglévő nemzetiségi pedagógusok megtartása érdekében most már harmadszor emeljük a nemzetiségi pótlékot. 2020. január 1-től már a négyszerese lesz a 3 évvel ezelőttinek, illetve el tudtunk indítani évelején egy olyan nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjrendszert, amelyben januárban 84
óvodapedagógus hallgatóval indultunk. Most a múlt csütörtökön meghirdetett program alapján a következő két hétben 350-400 nemzetiségi óvodapedagógus és a nemzetiségi tanító tanárképzés első évfolyamát vonjuk be, és már most megvan a 2020-as központi költségvetési törvény alapján a pénzünk arra, hogy 2020. szeptember 1-től 900 és 1000 fő közötti hallgatóval, az óvodapedagógus képzés mind három év folyamával, a nemzetiségi tanító tanárképzés mind a hat év folyamával, sőt az óvodapedagógusok kimenő első éves pályakezdőknek is, tehát 10 évfolyamnak biztosítsuk a nemzetiségi hallgatói ösztöndíjat, ami nettó 75 ezer forint is lehet. Ácsi Rezső Szekszárd polgármester azt mondta, hogy bár a Wunderland óvoda fenntartója 2005 óta már nem az önkormányzat, a város mégsem engedte el az intézmény kezét, és minden fejlesztést támogatnak. Ezen a területen nagyjából azért az úton már elindultunk, de még nagyon sok minden van előttük, amit meg kell majd valósítani. Az, hogy itt a Wunderland óvodában, amely egy kicsit nem idegentes, de kicsit más rendszerben működik, mint a többi városi fenntartás óvoda. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy igaz összefogás eredményeként kisebbségi önkormányzat, miniszterelnökség és a város összefogásában valósultak meg, vagy valósulnak meg projektek. Nem az első egyébként, hiszen már a többedik alkalommal vagyunk egy udvari játszótér felújításán, vagy annak átadásán jelen. Ez pedig azt mutatja, hogy Szekszárdban van egy erő, amely a kisgyermek és a családok számára megteremti azokat a feltételeket, amivel itt tudjuk őket tartani, és itt fognak családot alapítani és a jövőjüket elképzelni. Ez pedig én azt gondolom minden felülír, és ebben mindig is partnerek voltunk, és partnerek is leszünk. Tehát a kisebbségi önkormányzat részéről, ha van ilyen igény, lesz ilyen igény, akkor ígérhetem, hogy a város ebben mindenféleképpen melléjük fog állni és partnerez benne. A szekszárdi Wunderland óvoda fejlesztése pedig minden bizonnyal jövőre is folytatódik. Valószínűleg november végére már készen lesz a következő esztendei, de én mindig arra szoktam biztatni a barátaimat és a munkatársaimat, hogy legyen hosszabb az a lista, és bízunk abban, hogy minden esztendőben valamit meg tudunk tenni. Ez a szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat bakancs listája. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Garai János Általános Iskola Szekszárdon. Az idősebb korosztály számára az Rényi utcai iskolaként ismert intézmény munkaközössége számára már az innovatív gondolkodás lett a jellemző, mondta ünnepi beszédében Pekari Bernadett igazgató. Képek egy patronás intézmény jelenéről, ahol a gyerekközpontúság a kor kihívásainak való megfelelés és a jövőben mutató gondolkodása jellemző. De ez a szemlélet nem egyik napról a másikra alakult így ki. Hosszú évek óta az innovatív gondolkodás jellemzi az egykori kettes, vagy ha úgy jobban tetszik, Zrínyi iskola pedagógiai közösségét. Az iskola 69-ben alakult, én 75-ben pályakezdő pedagógusként, előbb gyakornokként, utána pedig 75-ben kezdtem itt a pályámat. 8 évet töltöttem el, tehát az első tanítói pályám, fantasztikus élményem, nagyon jó pedagógusok, csupa szívemberek, nagyon jó gyerekek, mert az ember fiatal volt, és azok az évek, azok szerintem azok visszahúzhatatlanok és csodaszépek. Ez a 8 év nagyon kellemes volt, utána én átmentem az ötös iskolában a lakóhelyemhez közel, és majd 95-ben tértem vissza vezetőként ebbe az iskolába. Hogy miért tértem vissza, aznak egyszerű oka volt, mert ezt a légkört, a milliót nagyon szerettem. A 21 év vezetői munkám most már visszagondolva nagyon szép volt, nagyon dolgos, rengeteget dolgoztunk, nagyon jó pedagógusokkal, jó közösséggel, jó gyerekekkel, és rengeteg szakmai munkával. A mostani utódomnak sem könnyebb, mint ahogy nekem volt.
amit talán nagyon sokszor mondtak még annó rólunk, hogy mi abban az időben az országban egy ilyen szakmai tekintély, egy szakmai szellemi műhely voltunk, amiért rengeteget dolgoztunk együtt közösen, mert hogy amikor én átvettem azt az iskolát, akkor nagyon mélyről kellett indulnunk, és közösen együtt azokkal a nagyon jó kollégákkal, akik együtt dolgoztam, ki tudtuk azt termelni, vagy tudtunk azért szakmailag dolgozni, hogy országosan egy elismert műhely legyünk. Nekem ez a legnagyobb elismerésem, vagy ez a legnagyobb dolgom, vagy pozitívumom az iskolával szemben, de mellett a gyerekek. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy gyerek most gyerek, mindig azt kell neki megadni, ami éppen akkor van, hogy ő nem tehet róla, hogy mi zajlik a világban, az oktatásban, ő neki mindent meg kell adni, és én személy szerint saját magam mindig igyekeztem minden gyereknek megadni azt, amit én saját erőmből, szakmaiságomból tudtam. Ácsezső Szekszárd polgármesterek köszöntőjében arról beszélt, az egykori iskola összeolvadás az Dínyi és a Garai között új utat nyitott az iskola életében. Ennek jótékony hatása ma is érezhető a pedagógiai munkában. 3 évvel ezelőtt kerültek át az iskolák teljes egészében a tankerületi központhoz, előtte ugye önkormányzati fenntartásban voltak. Mi mindig is azt az elvet vallottuk, hogy teljesen mindegy, hogy ki a fenntartója egy iskolának, ahol szexuális gyerekek járnak, ahol szexuális emberek dolgoznak, azokat az intézményeket sajátunként kezeljük a jövőben is. Ez a fajta gondolkodásmód inspirál bennünket mindig abban, hogy odafigyeljünk azokra az igényekre, kérdésekre, amelyek akár a Garai iskola részéről is elérkeznek hozzánk, és megpróbáljuk minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy a gyerekeknek, az ott dolgozóknak minden lehetőséget biztosítsunk az egészséges fejlődéshez, és ahhoz, hogy kiteljesedjenek. A Garai időközben művészeti iskolává is vált, szélesítve ezzel azt a kínálatot, mellyel a gyerekek képzését végzik. Pekari Bernadett intézményvezető azt mondta ünnepi beszédében, az iskola mélységeket és magasságokat is megért, de olyan tantestülete volt mindig, amely biztosíték volt a magas színvonalú pedagógiai munkának. Közel fél éve készülünk erre az 50. jubileumra. Azt gondoltuk, hogy legyen méltó ez a fél száz éves ünnep. Megállítottuk az időfogaskerekét szó szerint ebben a két napban, és szerintem csodás napokon vagy napon vagyunk túl. Sok-sok fáradtságos munkával természetesen, de sikerült összeállítani egy olyan kétnapos programsorozatot, ami azt gondolom méltó az elmúlt 50 évhez. Az elmúlt 50 évben megéltünk mélységeket és magasságokat, de azt gondolom, hogy mindig a nevelőtestület kitartó munkája és lelkesedése mindig tovább vitt bennünket azon az úton, ami odáig eljuttatott bennünket, hogy ma az innovációk iskolájaként tudjuk apostrofálni az intézményünket. Nagyon érdekes volt a tegnapi napon az a beszélgető műsor, vagy beszélgető show, ahol régi kollégák és tanítványok látogattak el hozzánk, és az 50 év régmúlt emlékeit idéztük föl velük. És nagyon izgatottá váltak, amikor megtudták, hogy például volt olyan időszaka az iskolának, ahol 1000-1200 gyerek is járt és tanult a falaink között, és nem tudták elképzelni, ahogy én sem nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan tanulhatott, hogy a folyosón is függönyökkel elválasztott tantermeknek minősülő helyiségek voltak, ahol tanulhattunk. Nagyon izgalmas volt ez a délutáni séta. Nosztalgia sétára hívtuk ugyanis a régi diákjainkat és kollégáinkat, és közel 30-an fogadták el a meghívásunkat, és nagyon izgalmas volt, ahogy végigkísérhettük őket a most megújult és felújítás utáni állapotokat tükröző intézményben, és mindenki mondta, hogy mi hol volt, melyik helyiséget hol találta meg, és milyen élmények kötötték azokhoz a helyiségekhez. Akkor érinti meg szerintem a mai gyerekeket az, hogy mit is őrzünk, milyen hagyományokat, vagy milyen kincseket őrzünk itt a falakon belül, vagy kívül, vagy éppen a szívünkben, hogyha mesélünk róla. Ugyanis mi nekünk utódoknak az a feladatunk és az a dolgunk, hogy meséljünk minél többet a gyerekeknek a régmúltról, és akkor ők talán rajtunk keresztül átérezhetik, hogy milyen volt az akkori világ. Számunkra a Garai iskola számára nagyon-nagyon fontos az értékteremtés. A hagyományok ápolása, de nyitása az innovációk, az újítások felé. Az előző vezetők is mindig azon dolgoztak, a nevelőtestülettel karöltve, hogy mindig olyan pilotokat, új újdonságokat hozzanak a falai közé, ami szolgálja ezt az utat. Reméljük, hogy az további 50 év, vagy a következő, elkövetkezendő évek is hasonló újításokat hoznak majd az életünkbe.
Tehát az intézmény profilja tulajdonképpen a sport és a művészet. A hosszú évek alatt ez derült ki, ez körvonalazódott tulajdonképpen, és szeretnénk, hogyha ez a hagyomány megmaradna, de azt gondoljuk, hogy a mai digitális világban azért az újdonságok felé is kell nyitnunk, mint ahogy interaktív eszközökkel és jól felszereltséggel működik az intézményünk. De azt gondolom, hogy a határ az meghúzható. Tehát a mi feladatunk az, hogy tudjuk, hogy hol a határ, az élmények, az élmény alapú tanulás, illetve a digitális világ és a digitális eszközök használata mellett, egymás mellett párhuzamosan tudjanak működni. 50 esztendő élményei, kudarcai és sikerei vannak a Garai iskola falai között. A hagyomány és a fejlődés egységet teremthet a következő generációk számára olyan értéket, amiért érdemes lesz idejárni és itt tanulni. 150 éve 1869-ben lépett hatályba a bírói hatalom gyakorlásáról szóló negyedik törvénycikk. Ez a passzus teremtette meg a mai modern bíróságok törvényes kereteit, külön választva egymástól a közigazgatást és az igazságszolgáltatást. A kerek évfordulóra a szekszárdi törvényszéken emléknappal készültek. Emléktáblát avattak a szekszárdi törvényszék aulájában a független bírósági rendszer megalakulásának 150. évfordulója alkalmából. A táblára a szekszárdi törvényszék és a szekszárdi járásbíróság egykori elnökeinek, valamint a törvényszék tervezőinek nevei kerültek fel. Közülük néhányan most is jelen voltak, mások helyett a rokonaik jöttek el. A pécsi törvényszéket vezető Rendeki Ágnes édesapja, Rendeki Sándor például a szekszárdi törvényszék elnökeként dolgozott. A gyerekkoromat idézi, hiszen én itt nőttem nagyságrendileg föl, édesapám ugye itt volt elnök, és gyakorlatilag ő neki ez az épület volt, a minden itt élt. Gyakorlatilag gyerekként azt láttam, hogy hajnalban elmegy, éjszaka jön haza, dolgozik, mindene volt a bíróság, és azt gondolom, hogy azt, amit itt elhangzott, ami bent az előadásra elhangzott, azt a hivatást, tudatot, azt a bíróság szeretetét, amit itt a kollégák is említettek, azt én nála láttam, tapasztaltam. A mai modern bíróságok kialakulását az 1869-ben elfogadott negyedik törvénycikk alapozta meg. Ez egyebek mellett lefektette a bírói képzés minimum feltételeit, és külön választotta az igazságszolgáltatást a közigazgatástól. Erre emlékeztek a törvényszék munkatársai és a meghívott vendégek. A múlt, a jelen és a jövő évszázadokon átívelő vonalában egy azonos pont, ez az épület, az igazságügyi palota. Szeretnénk, ha nem csak mi, hanem majd utódaink is emlékeznének azokra, akik előttünk jártak, akik megtanítottak a tisztesség, az erényesség, a becsületesség tiszteletére. Ezt szeretnénk ezzel az idézettel is erősíteni. Justitia est fundamentum regnorum, az igazságosság a birodalmak alapja. Az emléktábla avatás mellett előadásokkal is készültek a törvényszék munkatársai. A Béla Király téri épület tervezésének és építésének minden részletét feltáró kutatás, valamint az egykor itt dolgozó bírók életrajzainak összegyűjtése a hagyomány és történet munkacsoport tagjaihoz kapcsolódik. Ők nem kisebb feladatot vállaltak, mint hogy helyi bíróság történeti publikációkat készítenek, és a törvényszék történetével kapcsolatos tárgyi emlékeket kutatnak fel. Tizennégy fővel dolgozunk jelenleg. Mindenki, ahogy ideje engedi, önkéntes alapon vesz részt a munkacsoportnak a munkájában. Szeretnénk megőrizni a bíróság történeti emlékeket, amelyek még jelenleg felelhetők, és a jövő számára ezt biztosítani. A mostani rendezvényen Osztovics András, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója is részt vett. Ő arról beszélt, hogy 4 éve indították el azt a pályázati rendszert, aminek keretében a bírák bíróság történeti kutatásokat végezhetnek. Egy ilyen pályázatnak köszönhetően készült el a most leleplezett emléktábla is. Az Országos Bírósági Hivatal évek óta sikeresen hirdeti meg a Rádh György hagyományápolási pályázatot, amire bírósági törvényszékek, ítélőtáblák pályázhatnak, azzal a céllal, hogy itt helyben egy picit jobban ismerjék meg a múltjukat, kik azok a bíró példaképek, mik azok az épületek, mik azok a tárgyi és egyéb eszközök, amik a múltból fennmaradtak, ránk maradtak, aminek az ismerete, a tisztelete az fontos a jelenkor bírái számára is. Osztovics András szájából elhangzó érdekesség volt, hogy ő maga személyesen is kötődik Szekszárdhoz. Nagymamámnak a testvére itt Szekszárdon volt hosszú évtizedekig bíró, Blaskovics István, aki gyerek
gyerekkoromban sokat mesélt nekem erről az olyan csodálatos hivatásról, és talán ezek a történetek is befolyásoltak engem abba az irányba, hogy később én is ezt a hivatást válasszam. Óta harmadára csökkent azoknak a száma, akik autóbalesetben haltak meg. Ennek oka a technológia fejlődésén túl az is, hogy jobban betartják a szabályokat az emberek. Ennek ellenére azért még mindig 600 fölött a halálos balesetek száma éves szinten. A legtöbbször azért következik be a tragédia, mert túl gyorsan hajt a sofőr, vagy nem használja a biztonsági övet, hangzott el a Bartal emlékműnél tartott megemlékezésen Kölesden. Egy benzinkút reklámtáblájának csapódott és meghalt egy motoros alig néhány héttel ezelőtt Zombán. A helyszíni intézkedés során kiderült, hogy a motoros a tragédia előtt több autót előzött meg egy keréken haladva felfelé egy emelkedőn, mielőtt elvesztette uralmát a jármű fölött. Ezen kívül még két halálos baleset történt Tolna megyében az idén, ami jóval kedvezőbb adat, mint a 2018-as, mondta Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője a Bartal emlékműnél, ahol a közúti balesetben elhunytakra emlékeztek. Minden tekintetben csökkent a baleseti mutatók száma, aránya, mint a halálos, mint a súlyos, mint a könnyűsős balesetek tekintetében, illetve ebből kifolyólag az összbaleset tekintetében is, de ez a sérülésos balesetek esetében. Az összbaleset szám az 20%-kal csökkent közel, a halálos balesetek száma 70%-kal, a súlyos sérüléses balesetek száma közel 40%-kal, illetve a könnyűsérülésos balesetek száma 10%-kal, és ugye még van egy mutatónk, ami a cittasan okozott baleseteket méri, abban is csökkenés tapasztalható, ami azt gondolom, hogy jó, hiszen azért azt tudjuk, hogy Tolna megyében az ittes járművezetés aránya itt a közötti közlekedési baleseteknél igen magas volt, tehát az első helyen volt valamikor Tolna megye 18%-okkal, és most ez sikerül ilyen 7% környékén tartani, ami egyébként az országos átlag alatt van, tehát ez egy pozitív eredmény minden tekintetben. És hogy mi okozza ezt, hát nyilván ez egy hosszas munka eredménye. Nincs garancia arra, hogy az, aki elindult otthonról, épségben haza is ér, mondta Jámbor István, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője. A szakember jelentős eredménynek nevezte, hogy közel 30 év alatt harmadára csökkent a halálos autóbalesetek száma országos szinten, de hozzátette, még mindig több mint 600 ember hal meg az utakon évente. Ez az év egy igen kedvező év, legalábbis eddig nézve. Gyakorlatilag országos viszonylatot, ha nézek, az előző év, tehát 2018-hoz képest most idén nagyjából 15-18%-kal kevesebben haltak meg az útjainkon. Azt nem tudjuk, hogy az év végére, hogy mint alakulnak a statisztikák, és nem tudjuk, hogy ez most egy egyedi év lesz, és jövőre a korábbi tendencia fog folytatódni, tehát enyhe növekvés vagy stagnálás. Nehéz egy év adataiból bármi következtetés levonni. A tragédiák hátterében legtöbbször a gyorshajtás, figyelmetlenség, valamint a biztonsági öv használatának mellőzése áll. A szakember úgy látja, jóval nehezebb egy kialakult személyiséget, egy 20 éves fiatalembert szabálykövető magatartásra sarkalni, mint egy gyereket. Ezért van nagy szerepük a szülőknek abban, hogy milyen példát mutatnak gyermekeiknek a közlekedés során. Fontos a szülői példamutatás, fontos, hogy a környezet milyen mintát mutat fel, hiszen egy gyermek ezt veszi magához, e szerint fog eljárni. Ő nem azt nézi, hogy mit ír elő a jogszabály, azt látja, hogy a felnőttek, a szülei miként viselkednek, hogy bekapcsolják-e a biztonságot vagy sem, hogy hogyan viszonyulnak a többi közlekedőhöz. Idén eddig 18%-kal kevesebben haltak meg az utakon országos szinten, mint tavaly 7 hónap alatt. Újabb Tolna megyei rendőrpáros az internet kedvence. Boros Erika rendőrszázados és Herbert Tamás rendőr főtörzsőrmester között több mint 40 cm a különbség. A 160 cm magas nő és a 203 cm magas fiatalember korábban többször járőrözött együtt. Azt mondják, számos előnyük származott eddig magasságukból munkájuk során. Megnyugtató, hogy ott van.
egy ekkora ember. Ezt mondja korábbi járőrtársáról Boros Erika, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály forgalom ellenőrzési alosztályának fő előadója. Közte és Herbert Tamás rendőrfőtörzs őrmester között jelentős magasságkülönbség van. Erika 160 cm magas, Tamás pedig 203 cm magasra nőtt. Így sokszor megütközést keltettek, ha együtt jelentek meg az utakon, ám most egy fényképnek köszönhetően éppen ezzel váltak népszerűvé az interneten. Kicsit furcsa, nem volt ez eddig szokás, de élveztem. Meg amikor sokan így megtaláltak, vagy felhívtak, vagy jelezték, hogy láttak minket, hogy jót nevettek rajta, az jó érzés volt. Én 99-ben szereltem fel, 2015-ig közterületi szolgálatot láttam el, utána lediplomáztam, és most már főelőadó vagyok, többnyire irodában, de amikor tehetem, akkor utcára megyek. Tamásra szoktunk együtt dolgozni, volt egy időszak, hogy járőrtársak is voltunk, de most, hogy tiszt vagyok, attól függetlenül, hogyha van lehetőség az utcára menni dolgozni, akkor szoktunk együtt, igen. Herbert Tamás azt mondja, a rendőrség sajtós munkatársa kérte meg, hogy álljon kamera elé, ő azonnal igent mondott, arra azonban nem számított, hogy a közöttük levő 40 cm magasságkülönbséget illusztráló közösségi oldalra feltett képük ekkora népszerűségnek örvend majd. Nagyon jó érzés. Jó érzés? Nem. Sok visszajelzést kapsz? Nem tudom, nincs Instagramom, Facebookra nagyon ritkán megyek fel, úgyhogy nem tudom, hogy milyen visszajelzések jönnek. A rendőrségnél 2004 óta dolgozó Tamás tehát, ahogy eddigi pályafutása során is, mindig előnyt kovácsolt szokatlanul magas termetéből. A rendőrségnél is így van, bár az autóba való ki- és beszállás nem megy könnyen. A járművet nem a magasságomhoz méretezik, úgyhogy az a hátrány, hogy a járművekben nem igazán férek be. A hatóság rendőrségi pályafutást népszerűsítő kampánya igen sikeresnek mondható. A közösségi oldalon rengeteg lájkot kapott Tolna megye legalacsonyabb és legmagasabb forgalom ellenőrzési rendőrpárosa. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!